A negyedik osztály előtt álló középiskolások közül Szabadkán mintegy 30-an jelentkeztek a kurzusra. Szalai Ármin, a szabadkai Iván Szárics Műszaki Középiskola tanulója, az Újvidéki Művészeti Akadémián szeretné folytatni tanulmányait. Alapból, mert Szerbiában élünk, és szerintem fontos, hogy valamennyire beilleszkedjünk a kultúrába, több emberrel beszélhessünk, és továbbá egyetemre is Szerbiában szeretnék tovább menni, és fontosnak találom, hogy ott is megértsem a tantárgyakat, a tanárokat és az osztálytársaimat. Szűcs Leona is itthon szeretne tovább tanulni és dolgozni, amihez szerinte szükséges a magas szintű szerbtudás. És azért jelentkeztem igazából, mert hogy fejlesztem egy kicsit a tudásomat is. Nekem a mamám szerb, és úgy érzem, hogy amikor kiskorom óta sokat romlott a tudásom, azért úgy gondoltam, hogy akkor itt a lehetőség, akkor miért ne? A tesztelést követően két csoportba osztották a diákokat szerb nyelvi tudás szintjük szerint. Két héten keresztül délelőttönként napi 4 órában gyakorolhatják a szerb nyelvet. Svaki dan se radi po jedna tema, recimo na početku je li odmah prvi dan upoznavanje, pa kao što je porodica, kao što su ponašanja na raznim društvenim mestima. Znači da je naglasak na konverzaciji? Tako je, naglasak je samo na konverzaciji, osmeliti ih da što više pričaju, da koriste srpski jezik, da bi jedno možda nastavili studiranje u našoj državi. A haladó csoporttal Alexander Slavov, a Svetozár Markovics gimnázium szerb tanára foglalkozik. A második hét után az Újvidéki Európa kollégiumban folytatódik a szerb nyelvi képzés, ahol a szabadkai diákok együtt tanulnak majd a többi 7 településen zajló tanfolyam résztvevőivel.